Fabian Fable, apád, anyád, ide lőjön. 13. rész. Müller szivárványosra puffadt, megbántott arccal ül a széken, jobb kezét az asztallapján tartja, ujjai szakadatlanul mozognak, babrálnak. Oldalt elválasztott, gondozott haja kócolatlan, homloka ráztalan, épp ezért feltűnő az ornyerge fölé vésődött két függőleges komor barázda. Fogadja részvétemet a barátja halála miatt, mondom. Szegény Luki nem azért boldogult meg, mert maga többször hátba lőtte, még attól sem, hogy tőlem kapott egy golyót a mellébe. Elképesztően strapabíró fickó volt. Nem is néztem volna ki belőle, mivel tunyafazonnak látszott. Nos, a nyakában lógó bazi felület nyírta ki a szerencsétlent. Szegény Luki egyszerűen belezuhant, átdöfte vele a saját torkát. Nem mondok igazat, ám emiatt szemernyi furdalást sem érzek a lelkemben. Nem én vagyok az első, aki blöfföl vagy hazudik ebben a szobában. Müller rám se néz, tekintete elrévedezik mellettem. Biztosra veszem, hogy mindjárt rám mered. Gondosan válogatom a szavaimat, hogy azok kellőleg stimulálják őt. A következővel gyanúsítom önt, Müller. Ön és szegény Luki rávették a Cliff Cronell nevű férfit, hogy gyilkolja meg Monton és Clifton doktorokat. Az ürügy vagy indok szerintem tök mindegy, érdektelen. Ami pedig személy szerint önt illeti, Müller, ön EHO 13-án felkereste Spirót a lakásán. Bár akkorra ő már ráébredt, hogy ön inkább megszállott, mint szakember, mégis ajtót nyitott, és leült magával a nappaliban. Ön arra győzködte a riportert, hogy képes az interjú alanyok által mondottak szakértői elemzésére, tehát ne hozza szégyenbe azzal, hogy visszalép a felkéréstől, amelyről már is mindenki tud a klinikán. Ugyanis ön, Müller, gyűlöli, ha égetik. Speedo nem átkötélnek, óvatlanul vitába szállt önnel, azt a nézetet képviselve, miszerint mindenkinek jogában áll eldönteni, miben hisz vagy sem, milyen medált, jelképet, toronyórát hord a nyakában, kit tekint megszállottnak, és így tovább. Ön neki is elhörögte, hogy ő kevés, gőgös, a sátán cimborája. Na de majd jön az istökös, és letarolja a rosszakat. Ezen közben szépen bekattant az amulett láttán. Mire észbe kapott, már őrjöngött, és hasba is lőtte Speedót. Ezután őt jócskán lekötötte a haldoklás, ön pedig nagy boldogan megalázta, levetkőztette, ágyba cipelte. Nem cipeltem ágyba! Ordít rám Müller. Fogalmazzon pontosan, az ágyába cipeltem. A végén még fajtalankodással is megvádol. Vagy legalábbis beárnyékolja a fedhetetlen jó híremet, és szólítson dr. Müllernek, vagy professzor úrnak. Tudja, nekem nincsenek paranoiás áthallásaim, tehát ágyba cipelte. Folytatom, és miután egy szívlövéssel meggyilkolta, gumikesztyűt keresett a takarító cuccok között. Aztán összepacsmagolta a lakást az áldozat vérével, ahogy ezt korábban a slapajukkal is végeztették, Monton doktor házában. Ja, a számítógépzúzást ki ne hagyjam. És persze az sem mellékes, hogy ön felkapta a Speedo digitális fotómasináját, és megörökítette emlékbe a dicső tettet. Gondolom, majdan ezzel igazolja az üstökös színe előtt, hogy önnek a túlélők, vagyis a jók táborában van a helye. Még arra is figyelt, hogy lepucolja az új nyomait, a korábban puszta kézzel megérintett tárgyakról, egy kivételével, pekére, majd, mindki dolgát jól végezte, testfürdőt vett. Mivel az átélt izgalmak miatt pisilnie kellett, azt is letudta a zuhany alatt. Látom, hogy tátott szájjal rám mered. Megértem a pisilést, Müller. Elvégre ilyen alkalmakkor iszonyúan termeli a szervezet a küzdő hormonokat, úgy mint adrenalin, kortizol, stb. Vagyis full üzemmódban működik a mellékvese, a főveség. Babel sziszen a fülesemben. Kiborítja, Deniza! Tud magára vigyázni? Hátra nyúlok a falzsebemhez. Közben mutató ujjam körmével megpöckölöm a nadrágom derekába rejtett dobozkát, melynek segítségével Babelt hallhatom. Előhúzom a férfi araszné feszületet, és magam elé dobom az asztalra. A tőlem 4 méternyire ülő Müller tekintete nyomban rátapad. És még meg is fésülködött, mert ön olyan tüktig, felvette Speedo öltönyét, kalapját, napszemüvegét és a garázson át kisétált. Utóbb mégis ették a kefét szegény Lukival, hogyha a nepáli nyaralás idejének leteltével valaki megleli a hullát, a seggfejzsarok sosem jönnek rá, hogy az a gyilkosság is,
a megtorló barátok műve. Akkor pedig kárba vész a belefetszolt fáradtság, oda a Monton doktor megölésével szerzett hírnév. Apropó, egyébként a megtorló barát pofis könyvecske, ismerek még valakit, aki olvasta. Visszatérek a főszálhoz. Szóltak a slapajuknak, mire is koronel felkereste a tett helyet, és a halott homlokába döfte a megtorló barátok névjegyét, aztán észrevétlenül távozott. Képzelje, egy furmányos bűnügyi technikus számolta ki, különböző dögunalmas képletek segítségével, hogy maga gyenge volna ahhoz a döféshez, tehát más valaki csinálta. Pedig egy ideig úgy véltem, ön személyesen fáradt vissza a dísztőrrel. Cliff koronel 10 nappal később ama megtiszteltetésben részesült, hogy megölhette Clifton doktort. A gyilokkal nem is volt gond, hanem később, amikor távozott, összetalálkozott egy kutyasétáltató emberrel. Ez pedig szörnyen összezavarta a nem éppen IQ kolosszus slapajt. Ezért aztán ő nem ment el a legközelebbi szemetes konténeri, hanem az útjába eső sikátorban heverő zsákok alá temette maszkját, vérhatlan kabátját, kesztyűjét. Mi pedig mindezt megtaláltuk, és ezáltal birtokunkba került a tettes DNS kódja. A hülye szemét barom. Azt mondta, rákba dugta, és kukába tette a holmiát. Az idióta. Ezért élefogytig ülni fog. Eszemen gyilkos. Háborúva professzor, tompa, nazális hangon. Szegény Luki ismerte a rendőrségi gyakorlatot, ezért bármennyire is élvezték volna, önök nem mentek el a holttestek felfedezését kísérő, rutinszerűen filmre vett tömegfelhajtásra, nehogy gyanúba keveredjenek. Kénytelenek voltak beírni a gyilkosságokról készített privát fotóik nézegetésével. Müller az iménti kitörését már is bánva, magába hümmetten üldögél. A fényképnézegetés hallatán felszegi lecsüggesztett fejét és rám mered. Mutató ujjammal az előttem heverő feszületet piszkálom, úgy pöccingetem, hogy az lassan körbeforogjon az asztalon. Koronel nem egy fenomén, de a digitális géppel még ő is boldogult, mesélek tovább. Szegény Luki pedig kinyomtatta a képeket fali naptár méretben, ünnepélyesen, fényes, szép, kemény papírra. Ezeket ragasztották az üstökös kalendáriumba. Kiszámolták, hány hét van még hátra a vélt becsapódásig. Sajnálatukra elég hosszan kell még várakozni, a jók és rosszak külön válogatására, de hogy addig is édesebben teljék az idő, csináltak maguknak egy naptárt, amelynek minden egyes lapját a kivégzésekről készült fotókkal ékesítenék. Egyébként még elég sok kép számára jutna benne hely. Ha olyan liba volnék, amilyennek hittek, én már az én véres fotóim is a kalendáriumban virítanának. Khashoggi eltervezett kivégzését Oxenham letartóztatása miatt hozták előbbre, az enyém meg azért vált sürgetővé, mert ön, Müller, bevette, hogy egyedül járok a nyomukban, magamnak akarván kisajátítani az elfogásukért járó dicsőséget. De hát persze, hogy bevette, hiszen fenemód igyekeztem ellitetni magával. Bőven rá is szolgált a halálra, maga leszbikus ribanc. Szegény Luki, őt is könnyű volt megvezetni. Tudja, ha valaki oly mértékben lebecsül másokat, mint önök tették, idővel teljesen elhiszi azt, hogy mindenki ostoba, ez pedig óvatlansághoz vezet. Jut eszembe, kérem, ne vegye azokon a munkatársaimtól, hogy megfosztották önt a keresztjétől. Mint tudjuk, mindenkinek megvan a sajátja. Visszaadom az önét. Én is hurcolom a magamét, este lerakom, reggel felveszem, hol keltát, hol koptot, mikor melyikhez érzek kedvet. Megtaszítom a feszületet, és az átszánkázik az asztalon, a túlsó végen ülő Müller felé. Ő pedig úgy nyúl érte, mint a kincset kapott volna vissza, szájához érinti, rálehelget, megcsókolja, végül a markába ragadja, mint egy tört. Felkelek a székről, lerövidítem a köztünk lévő távolságot, félúton az asztal szélére ülök. Vigyázzon! Súgja a füldugomban Bábel. Maga nagyon nem normális, a mellettem lévő férfiak szerint sem. Elgondolkodva babrálom a nyakamban függő medált. Addig-addig matatok rajta, míg nem az a pólómon kívülre kerül. Müller rábámul. Talpra ugrik, fogást vált arasznyi keresztjén, ördögűzősen tartja elém, és saját jeges hangjától hideg lelten rám kiált. Ki innen? Vigye ki! Sátánnal cimboráló bűnös boszorkány! Távolítsa el a közelemből azt az ártalmas szemetet! Az ötszögű jelképre pillantok. Miért idegeskedik Müller? Ha a háromszög felfelé néz, nincs félnivalója.
Mindegy, merre néz, ki vele innen, el a közelemből, sátáfajzat, boszorkány. Rosszul van. Szólítson doktor professzornak, és tartson tiszteletben. Misére kell mennem. Most azonnal misére akarok menni. Már kettő is kimaradt maga miatt. Nem hagyom elveszni a lelki üdvösségemet. Takarodjon kifelé azzal a föltelemmel. Kevés, gőgös, sátánnal cimboráló, bűnös, leszbikus ribanc. Olyasmibe ártotta magát, amihez nincs köze, amit nem ér fel ésszel. Sejtem már, mit szenvedett el a riporter élete utolsó perceiben. Spiro misztikával foglalkozott, érdeklődött a fehér mágia iránt, mondom, ezért viselte ezt a medált. Varázsolt vele, gonosz praktikákat művelt, boszorkánymester volt, és ő se becsült engem semmibe, pedig én annyira örültem, amikor megkeresett az ötletével és felkért szakértőnek a könyvéhez. Átkefélt a mocsok, égetni akarta Lukit, aki egyébként magának nem szegény Luki, hanem Lazán úr, illetve most már szegény néhai Lazán úr. Még hogy ő megszállott, Spiro úgy írt róla, mint egy elmebetegről. Hát ezt fedeztem fel az írásaiban, meg azt, hogy kihízelegte Cliffből, milyen hülyeség, és mennyire függ tőlünk. Hogyha mi nem foglalkozunk vele, vagy nem mosolygunk rá Lukival, avagy nem vetünk oda egy jó szót szegény hülyének, akkor ő rögtön depresszióba süllyed. És én még a békaszemtavi házamba is elhívtam egyszer a mocskos sátánfajzat Spirót. Az aljas boszorkánymester ott ült a gyanútlan nyugszékemben, szőcsölte a koktélomat, lóbálta a lábát és kérdezgetett, mire felucsúttam, már arról szólt az interjú, hogy jó magam is szalajtott bolond vagyok, fanatikus, megszállott, küldetéstudatos kretén. Na persze ezt nem mondta ki, de tudtam ám, mit gondol rólam. Hát ezt velem nem lehet csinálni. Ráadásul az ostoba Cliff is pont akkor jött ki a nyaralóba, és elmesélte Spidónak, hogy én gyógyítottam ki őt nyomorult betegségéből, a halálvágyából, meg hogy mennyire tisztel, becsül, tisztára oda van értem. Spiro megfényképezgetett. Később rájöttem, hogy ha nyilvánosságra kerülnek a fotók, kiderül a kapcsolat Cliff és közöttünk, márpedig az rettentő kínos. A magunkfajta ne adja össze magát az alja néppel, az nem vezet jóra, pláne egy közönséges gyilkossal. Álljunk meg egy pillanatra, Müller. Attól tartott, hogy Spiro az idő múlásával rájöhet, hogy maguk állnak a rituális gyilkosság sorozat mögött, és Cliff a bakójuk. Ezért ölte meg? Elkasztam a bőrszíjra fűzött boszorka medált a nyakamból. Ujjamra lógatom, játszom vele. A függő kileng jobbra, kileng balra, és kezdi előről. Müller tekintete igézetten követi hintázását. Kukucs, szólok figyelmeztetően, kérdeztem valamit. Ő pedig rám néz, távoli, idegen tekintettel. A jók és rosszak közti évezredes háború végre véget ér, bömböli. Csak a jók maradnak életben. Az olyan sátánimádók, mint Monton, Spiro, Clifton, Khashoggi, vagy maga, és még sokan, tömérnek sokan, a szemétdombra kerülnek, az emberiség szemétdombjára. Tegye le, vigye innen, vigye ki, látni se bírom. És felém indul a döfésre emelt feszülettel. Kendőcskébe csomagolt, fagyasztott zöld borsós zacskóval jegelem immár kívülről is felrepett számat, és a járomcsontomon keletkezett, érzékeny dudoklit. Ezen közben a medence lépcsőjén ücsörgök derékig a vízben, és a mellettem lábáztató Rubi ölében tartott, napernővel árnyékolt számítógép monitort nézem. Másik oldalamon Bellok üldögél. Na nehogy ő volt az egyik markosabb férfi, akit Babel maga mellé szerzett, míg én Müllert provokáltam a kihallgató szobában. Ha utóbb netán a védő lesöpri is az ilyetén gyónásokat, mi már akkor is nyugodtabban alszunk, tudván az igazi bűnöst fogtuk el. Bellok persze félváról kezelte érvelésemet, miután Zsötivel közösen lenyomta a tomboló terminátort. Jól vagy, Deniza, nem fázol, nem ráz a hideg, nem kéne ágyba bújnod? Aggodalmaskodik Matrix, észrelve figyelmem elkaladozását. Jól vagyok, spárgázni tudnék, felelem. Szóval azt mondod, semmi sem veszett el a Winchesterről? Igen, azt. Úgy vettem észre, a tulaj nemrég rendet rakott a gépben lévő dolgai között, kipucolta a lomtárát, eldobott egy csomó fölösleges irományt. Rendes tag lehetett. Rendes, tehetséges, okos fickó volt. Ha még okosabb, most is élne, jegyezte meg Bellok. Ő sem bírta megállni, hogy ne menjen el Müllerrel a falig. Ez a Müller mázolt be neked? Kérdezi tőlem Rubi. Igen, de elbírtam volna vele. Többek között erre is kiképeztek. Miért kell annyit problémázni ezen? Tegnap óta több afféron is átestem,
Jó kis zsírkimosós menetek voltak. Mutasd a képeket. Megtekintjük a fotókat. Köztük a Lazanról, Müllerről és Koronerről készülteket is. A jégszőke tányérleszedő több felvételen is egy fenyőerdős, gerendaházas vadregényes helyszínen görnyed az agyász előtt, cipeli utána a frissítőstárcát, fűzi a cipőjét, kezét csókolgatja. Ki ez? Utálkozik Rubi. Valami rabszolga? Vagy homokos? Micsoda lelki világ kell ahhoz, hogy egy ember a mások kezét nyalja, falja? Elolvastad a riportokat? Fordulok felé. Nem igazán. Kellett volna. Speedo veled is beszélgethetett volna. Mániásokról, megszállottakról írt, csak véletlenül futott bele az aktív elmebajos Müllerékbe. Ilyesmire alig ha számított. Te például a szokottnál több időt töltesz azzal, hogy velem foglalkozol. Mert rajongód vagyok, Deniza. Tehát ez teljesen normális, ugyanis éppenséggel ez a hobbi. A ráérő időmben veled foglalkozom. Drukkolok neked, hogy sikerrel felgöngyölítsd az ügyeidet, és hogy eközben ne essen bántódásod. Amikor babára vágytál, imádkoztam, hogy ő megfogadjon. Még gyertyát is raktam az ablakba azokon a napokon, amikor szerintem petaérésed volt. Holott nélküled is elég népes volt a szaporodási drukkoló táborom. Kérdezgetésen tájékozódó célzatú. Meddig mennél el a rajongásban? Nem ölnék meg senkit a kedvedért, ha erre gondolsz, de a bajod esne, megbusszulnám. Végigpörgetem a képalbumot. Úgy tűnik, Müller csak is azért csinált apró vasat Speedo számítógépéből, hogy később ne lehessen őt összefüggésbe hozni Koronellel, zakkant logika. Megállok az egyik fotónál. Ezen fenyves, henyvonulat, tópart és néhány faház is látható. Hol is van ez a hely? Töprengek fennhangon. Úgy emlékszem, Békaszemtónak nevezte. 50 kilométer a küszöbtől, mondja a balomon ülő brostás topográfus. Folytatom. Cliff Koronell anyja nem tud rokonról, barátról, aki ez a fia menedékért mehetett volna. Nyaralójuk nincs. Öltözzek? Kérdezi Bellock. Útközben telefonon tudakolja az üdülőkörzet főrendőrétől, hogy pontosan merre is találjuk Müller nyaralóját. Stillett vidékies bájjal igazít útba minket, miszerint a lódoktor háza után menjünk jobbra, majd megint jobbra a fogatlan fogatos kunyhójánál, aztán a dínyjárusnál forduljunk északnak, végül ott kanyarodjunk balra, ahol télen a forró teát árulják a korcsolyázóknak. Még hozzáteszi, micsoda csalódás számára, amit Müller profról hallott, hiszen amikor válófélben volt, tőle kapta a létező legjobb tanácsot keserveinek kezelésére. Tudnélik, rettentően oda volt az asszonyáért, és már attól félt, hogy bánatában a munkaképességét is elveszíti. Mit mondott az agyász? Kérdezem. Hogy az élet nem habos sütike, vagy nem szent mise? Azt mondta, húzzam fel a leghegyesebb orrú csukámat, ha pedig nincs, akkor sürgősen vegyek egyet, és azzal rúgjam valakba csélcsapnőmet. Igaza volt, nagyon jól esett. Ezután szinte napok alatt túltettem magam a válságot. Kitűnő szakember a prof, én mondom. Daniel megérdeklődi tőle, mikor járt a tóparti házaknál. Az emberei járőröznek, feleli Stillett, de nem szóltak, hogy látták volna a körözött Koronellt vagy a kocsiját. A minap jelentették, hogy két csavargó mászkál a tó körül, de ez nem tilos, és ők nem is köthetnek beléjük, amíg azok nem nyomnak fel egy nyaralót, vagy nem erőszakolják meg a bibliás mutert a verandáján. Járőrei ma még a kószákkal sem találkoztak, ám ez nem is csoda, majd mi is meglátjuk, milyen sűrű az erdősség a tó körül. Bellock bontja a kapcsolatot, Zseti megkocogtatja a vállamat. Te érted a fogatlan fogatost meg a bibliás mutert? Kérdezi. Legyintek. Ezek olyan bukolikus izémicsodák. Trent felsóhajt. Látjátok, tőle bezzeg elvált a neje, csak az én szerelmem nem válik a férjétől. Keres másik vagit, tanácsolja báj, emlékezetem szerint milliomodszor. A tyúkok legalább háromszor annyian vannak, mint mi, férfiak. De én ezt a nőt szeretem, és amint elválik, elveszem. Már egy hete rettegek a hétvégétől, kénytelen leszek egyedül körbeülni a szülinapi tortámat, mert a szerelmem a családjával tölti az idejét, szokása szerint. Pedig tűzijátékot is vettem. Nyamburger és lufi is lesz. Az út keskenyedik alattunk, felhőkarcoló fenyőfák magasodnak körénk. A tegnapi vihar nem mosta el a forróságot, a lombok enyhítenek némileg a fullasztó hőségem. Az alkonyat és az égbolton tornyosuló fellegzet megcsappantja a látási viszonyokat. Múltkor beszélgettem a gondomról a plébivel, mereng tovább Trent.
Azt mondta, a férfi nép összes bajára a cölibátus a legjobb megoldás. Kivel beszélgettél? Nyögöm közbe. A plébánossal. De hát, mondtam neki, a cölibátus borzalmas. Ugyan, dehogy, felelte. Van benne alternatíva. Végtére is megválaszthatjuk, hogy heteroszexuális vagy homoszexuális cölibátusban akarunk-e élni. Választható továbbá a pedofil cölibátus, jegyzem meg. A mi papunk a meleg cölibátus mellett döntött. Vallja meg, Trent, de nem bírt rávenni. Én inkább a joviális nemi élet híve vagyok. Amint elválik, elveszem őt. Milyen a joviális nemi élet? Nevet fel Bálok. Pont te kérdezed, ördül Bály. Te vagy köztünk az egyetlen nős fazon. Eszembe jut az óriáskerék, a szellemvasút és még annyi más. Alig, ha nem Danielnek is effélék járnak a fejében, mert továbbra is vígnak látszik. Lefékezi a kocsit, puhán begurulunk a fák közé. Innen már gyalogolunk, nehogy elriasszuk Koronelt, a netán a léleki domára hétvégi házában bujkálna. A hullott fenyőtűvel borított talaj elnyeli lépteink neszét. Újfent vihar készül, fullasztóan pára telt levegőt szívunk tüdőnkbe. Pegyhütten vonszalom magam a fák között, jól lehet, lőálló öltözékem nem súlyos, ám annál melegebb. A füllettségben még egy cétakötő szárnyat és izzó pokrócnak éreznék. Enyhe lejtőn haladunk lefelé, jobbkéz felül patakocska kísér bennünket, a magasban madarak zsinatolnak, a sebesen vastagodó felhőzet mélyíti az esti szürkületet. Megint szétázunk, sóhajt Zsöti. Végre megpillantjuk a tavat. A zöld lombos hegyek között elterülő tengerszem bagózik kékleni. A vízfelszín haragos szürkén hullámzik. Alattunk a parton feketére vénült gerenda épület rejtőzik, egy alacsonyabb cserjecsoport és a fölébe magasodó tölgyek, szilek takarásában. A ház felénk néző ablakait csukott spaletták fedik. Nesztelenül lépdelünk tovább, elmegyünk az egyik matuzsálami magfa közelében. Bálok felfedezi a vaskos ágak magasában tákolt kunyhót, az ötemberes törzsre szögelt, korhadozó lajtórját. Meg lehet gyerekkorában Müller ott játszott Mohikánt, Robin Hoodot. A nyaraló tó felüli hosszabbik oldala javarészben üvegezett. Az oszlopokon nyugvó fapadlós verandán lemeztelenített hintaágy ringatózik az élénkülő szélben. A ház belsejében sötétség terjeng. Körbejárjuk az épületet. A keskenyebbik falhoz simuló, dúslambú magyaró bokor mögé is bepillantunk. Észrevesszük a törött ablakot, a fal tövébe söpört, szolidan vérfoltos üvegtörmeléket. Lábnyomokat fürkészünk, ám lassan a saját lábunkat sem látjuk. Megszemleljük a közelben álló kisebb épületet. A fészerféleség keresztgerendával óvott ajtaján jókora, nyitott lakat lóg. Zsöti és Bellok az építménybe súran, kívül maradok Trenttel. Belső radarjainkra hagyatkozva biztosítjuk a fészerben folyó kutatás háborítatlanságát. A durvuló szél lötyögteti a tóvizét. A rönklábakon álló ingatag stékhez láncolt csónakok hánykolódása eszembe idézi a múlt éjszakát. Amint ez átillan rajtam, a fölöttünk csüngő fellek hasa szétreped, a sebből villámnyaláb robban elő, a cakkos fénynyilak körbeszáguldozzák, kísértetiesre világítják a tavat, megsorozzák a stéget és kialszanak. A világ újfent sötétbe borul. Valami mozdul a kikötő híd lábánál, jelzek Trentnek, és őt otthagyva a vízpart felé lódulok. Az utamba kerülő bokrokat használom fedezékül, hogy újabb villámlás esetén rejtve maradjak. Érzékelőink kifogástalanul működnek, átlépek a lábam előtt alattomozó korhat ágon, kikerülök egy macska nagyságú követ. Aztán nem kerülöm ki az igazi macskát, az ugyanis láthatatlan, vagy pedig fekete. Átbotlom a lapuló cizuson, ez őt is meglepi. A vaksi állat helyből 2 métereset ugrik, közben leköbdös és arcba hörög, majd a környezetet törve zúzva eliszkol. Anyám, hímes szemfedőt! A gyakorló szívrohamon túljutva tovább lépdelek. A stég parthoz legközelebb lábát figyelem. A rönk alsó fele olykor megvastagszik, majd visszanyeri alakját, és újra elformátlanodik, mint ha valaki rejtőzve leskelődne mögötte. Előszerem a stukkert, elmormorolom a titkos fohászt. Az utolsó fedezék cserje mögött megtorpanok. A stég és a csipkerózsa bokor közötti mintegy 20 méteres nyílt szakaszt szemlélem. Visszalesek a fészer felé.
A fölöttem lógó felhő udvariasan felhasad a kedvemért. A villámlás bevilágítja a tájat. A csűr környékén semmi sem történik. Megest sötét lesz. Süppedős homokon rohanok a kikötőhelyi. Az égdörgés robaja kerget olyféle hangon, mintha egy Kilimandzsáró méretű hegy görögne a nyomomban, ami azt illeti, az élmény kevésbé joviális, mint a nemi élet. Támadó állást veszek fel, két kézre ragadom a pisztolyt, rákiáltok a rönklábra, hogy felemelt kézzel jöjjön elő. Csodát látok, előjön. Magas, kígyózó mozgású fickó pontakozik elő a térdig érő vízből a stégoszlop mögül. Mondom, hasaljon a földre. Vonakodik. A következő villámlobbanásban megpillantom hihetetlenül nagy, ferde, elalakú orrát, tágra meresztett szemét. Amikor a liláló világítás kialszik, és hirtelen újra elsötétül a világ, tért hajlaton rúgom a figurát. A nyakig láb összeomlik a fövenyen. A vesejére térdelek, végig tapogatom a ruháját. Csupán egy szalonnázó bicskát lelek a nadrág zsebében. Kissé nyögdécsel, amikor elkobzom Dikicsét. Egy Cliff nevű otromba, jégszőke fazont keresek. Hol van? Sziszegem a fülébe. Aztán nem hallom, mit felel, mert kiújul a hegyomlásszerű robajlás. A mennydörgés elhaltával visszahajolok a kígyó vékony fickó hátára. Hol van? Kérdezem. Nem tudom, nyögi. Nincs oda benn. Azt mondta, övé a ház, itt maradhatunk. Hányan? Csapok le. Ketten tekergünk a cimborámmal. Cliff megengedte, hogy a verandán vagy a stégen aludjunk. A stéget választotta, mert félek tőle. A csóka tutira hibbant. Hol megrodjan, hol megrohangál. Egyfolytában motyog. Most is azt hittem, ő jön, hogy kinyírjon. Azért bújtam el. Talpra szökkenek, a ház felé nyargalok. Két villámlással később a fészerhez érek. Látom, amint Zsöti elővezeti a másik csavargót. Leszakad az ég, nem csak döreljel, esőtenger zúdul ránk. A báj kezében vonagló, kistermetű gömböc fickó azt bömböli, hogy Cliff elment, nem tudja hová, viszont örül neki, mert az ipsa színőrült. Ugyebár normálista, nem hajdogatná napposszat, hogy felakasszák, felakasszák, felakasszák! Pellok kétli az elmenést, ugyanis a jégszőke tányérleszedő kocsia a hanyagul rádobott ponyva alatt a csűrben ácsorog. Trentet és Zsötét kint hagyjuk, és a bezúzott ablakon át a házba szivárgunk. A fürdőszobában landolunk. Végigjárjuk a helyiségeket. Koronel a hálóban időzött legtovább, de még a konyhában is érzem azt a gát, bár az odőr nem olyan átható, mint otthoni odójában. Ám hiába kutatjuk nyomát, a medveszerű fickó nincs sehol. Kiterjesztjük a keresést. A végítéletre hajazó égszakadásban bóklászunk tovább, minden bokor és lapulevél alá belesünk. Daniel egyszer csak megtorpan, és a magfán lévő építmény felé mutat a kibomladó villámlásban. Habos áradat ömlik a tölgyóriás lombjából, vízesésként zúdul le a viskó körüli korlátról, végig hömpölyög az ócska létre fokain. Bellok kivárja, még újfent sötét lesz körülöttünk, égzengéstől kísérve szélsebesen felkapaszkodik a síkos lajtórján. Mielőtt megvethetné a lábát odafel, koronán ront elő a kunyhóból. A mennydörgést is túlbömbölve letarolja Bellokot, és rajta taposva célba vesz bennünket. Vaktában lövöldöz felénk, nem merjük viszorozni a tüzet. Villámlásra várok. Inkább sejtem, mint látom, hogy Daniel leveti magáról koronát. Túlságodás közben megcsúsznak a rozzant pallókon. A korlát meginog, elroppan és dőlni kezd. Az újabb istennyilag fényében feldereng az omló deszkaszegéllyel hanyatló Bellok sziluettje. Koronel féltérten imbolyog, már-már lefordul a pallókról, ám az utolsó pillanatban kapaszkodót talál. Mihelyt egyensúlyra lel, megcélozza az alant álló Trentet, szikra esőt okád a fegyvertorkolat. Bellok zuhantában elkap egy ágat, álomsebesen felhúzózkodik rá, átlép egy vastagabbra, és végig hasar rajta. Trent sikoltva egy bokor felé vetődik, a villámfény kilobban. Koronel széttárt karokkal ugrik Daniel után, röptében kapja a golyókat. Teste a kiszemelt ághoz ütődik, majd lezuhan. Aztán a csűrben lefektetett Trent hideglelős vacogását hallgatom a tetőt püfölő esőben. Derék szíjjal eszkábálunk vérzés csillapító kötést keresztüllőtt combjára, ám a sérült ér továbbra is patakzik. Reménykedünk, hogy a mentőkocsi eljut a házhoz a hegyről hömpölygő sárma. Meghalok, most meghalok! Didergit Trent. Nagy, sötét szemét rám mereszti, csuklómat markolja. Végem van? Nincs véged. És neki lelőttem koronát?
lelőtted. Az eszméletlennek tűnő ítélet végrehajtó a közelünkben hever. Új végei helyben sétálgatnak, a földet matatják. Rózsafüzér olvasásszerűen, alig érthetően mormolja. Felakasszák, felakasszák, felakasszák. Bellok ügyel a több sebből vérző, önkívületben zsolozsmázó fickóra. Koronel alig, hanem mindannyiunktól kapott egy-két golyót vetődés közben. Trent markolgatja a kezemet. Kisimítom arcából a poétikus hajfürtöket, amelyek ázottan jóval gyűrűsebbek, mint szárazon. Kérlek, Denisa, tegyél meg valamit! Mondd meg Születnek, hogy szerettem őt! Nem melodrámáz, te majd megmondod neki! Meghalok, tudom, érzem, végem van! Kérlek, mondd meg neki, hogy az utolsó leletemmel is róla beszéltem! E végszavaknál csücsörítve nagyot lehel, illusztrációképpen továbbá a gyengébbek kedvéért. Mély lélegzetet véve nyitom a számat, hogy ekként szóljak, légy férfi! Ekkor feltűnik, hogy Zsöti a fejét ingatva rosszallóan mered rám. Jól van, Trent, megmondom, sóhajtok. Akarod, hogy felhívjam? Ha most rögtön elválik, még hozzád mehet, mielőtt elpatkolsz. Olyan romantikus lenne. Denisa, én most haldoklom, figyelmeztet, mód felett méltóság teljesen. Tekerek néhányat a combjára szorított derékszíjon. Mihelyt az még feszesebb lesz, a vérzés alább hagy. Aggódom, hogy a keringés is. Később a koronát és a társunkat szállító mentőkocsi mögött vászorgunk az úton hömpölygő sárfolyamban. Az ablaktörlő lapátok birkóznak az ömlő esővel. Mögöttem báj telefonál. Úgy hallom, Születtel beszél. Rimánkodik neki, érvel és győzködik, ám a nő nem hajlandó elindulni a kórházba. Kisvártatva azt is letagadja, hogy ismeri vérzőtársunkat. Hallom, amint felmordulok. Mondd meg neki, hogyha nem lesz ott a műtő előtt, mire odaérünk, magunk megyünk érte, és akkor személyesen nem magyarázom el a jövetelünk célját a férjének. Báj tolmácsolja szavaimat, meghallgatja a választ, zsebre vágja Trent készülékét. Ott lesz, közli. Trent még él, amikor a rohamkocsi a kórházba ér vele. Mi több, a vérzést megszüntető mentőorvostól azt is tudjuk, hogy társunk a golyóeltávolító műtétet követően hamarosan felépülhet, bár akrobatikus táncversenyre mostanában alig ha nevez be, viszont a közeljövőben jó sok sóskát, spenótot bekanálkázhat vérképzés véget. Ám a jó hírt senki sem köti a sérült kedvesére várakozó Szület orrára. A tolóágyat kísérő nő felváltva tördeli a saját kezét és Trentét is. Utóbbi tiszta erőből átélten haldoklik, testamentumot diktál, legeslegutoljára val szerelmet. A kicsi, törékeny, szőkellófarkas, kékszemű 30-as nőnek imponál a jelenet. Hosszú léptekkel siet a kocsi mellett, amelyen sápat, kivérzett, és persze titkos. Szerelme agonizál, egy sorozatgyilkos skulójával a combjával, miközben a külön melléki rendelt ápoló a transzfúziós tasakot tartja fölötte, s a talpig marconának öltözött, ázott vérfoltos zsarutása kánonban aggódnak érte. Zsötivel immár szemvillanásból is értjük egymást. Ő izgatottan meséli a sebesülés kalandos történetét Születnek. Üldözős, testcsatás, hajszálon függős, tökig leizasztós, macsó hőstettet színez belőle, én pedig állítatosan bámulom a gyűrűs hajú, félholtan is jóképű héroszt, és szívettépően sóhajtozom. Bellok felcsóválva lemarad mellőlünk koronellel. Trendet betolják a liftbe, és a műtőbe viszik. Szület érzelmesen feltapad a becsukódó liftajtóra, majd báj kezét tördeli tovább, én pedig a háta mögött elmutogatom a vikingnek, hogyha lemeri vadászni a lágyra puhított nőszemét, ő is golyó eltávolító műtétre kerül, amit majd magam hajtok végre diótörővel. Otthon dohajcsatakép fogad. Martin és Ella sivalogva szaladgál a házban, mindketten távirányított markolásznak, és vad harci rikkantások, valamint szilaj röhögések közepette egymás tévéit kapcsolgatják. Bárbajozás közben életveszélyes fenyegetéseket is üvöltöznek, kiváltásba helyezve, milyen horrorságot művelnek az ellennel, ha nem nézhetik tovább a kihagyhatatlan, über-szuper filmjüket. A cinyókölykök egy kupacban hevernek az egyik fotelban, és lustán figyelik a köröttük zajló futkosást. Jurájen baba velük szemben áll. Imbolygás ellen az ülőpárnába kapaszkodik, és nyálas, zajos, macska köbdöséssel próbálja elüldözni a fotából a henye csapatot.
Tarzan önkívületben szaladgál Martinék nyomában, őt fáraó átka űzi két lábon, a melsőket boxolósan széttárva, kaktuszosra borzolt szőrrel, felmeresztett farokkal. A játékosok futtában üdvözölnek bennünket. Zsebihal folytatja a macska köbdösést, a cinyók ásítoznak. Öcsém felkap egy kancsót az asztalról, és a nappalit átszelő Ella után zúdítja annak tartalmát. A megöntözött szűz visszafordul, és tezed le a pitlit! Kiáltással támadásba lendül. A fivér hasmánt az asztal alá vetődik a kancsóval, és az odatoppanó leány lábára folyatja a maradék vizet. Hülye, menj a pitlibe! Sikolt az áldozat. A térnadrágot, izompólót és horgolni valóval tömött hónajtokot viselő, érett személyiségű fiatalember kimászik fedezékéből. Kiló húszszal Ella szobájába vágtat, átkapcsolja a tévét, és már is a saját lakosztálya felé sprintel. A kamaszlány csattogó talpakkal meg-megcsúsz valahol mögötte a másik távirányítóval. Állj meg, te pitliáner! Ziálja. Előlem úgysem oldhatsz cigánykereket. A fürdőszobába vonulunk Bellokkal. Mire végzünk felhámunk ápolásával, többé-kevésbé elcsendesedik a hajlék. Életem örökös társa bevallja, hogy imád engem, és voltak éppen bízik is bennem, ám azért felcseréli a fogkeféinket. A bobakencéktől illetozó Jurájen immár az ágyában gőgicsél, az apja által kezdeményezett mesélés 5. mondata táján álomba alél. Ella egy millió püssállatkától övezetten szuszogva hever a takaró alatt, lábánál szakajtónyi eleven kismacska, hentereg. Amikor leülök az ágyra, a kölykök nyomban ellepnek, és forró hangon dorombolva hozzám törleszkednek, köntösöm alá hajamba bújnak. Nem azt mondtad, hogy kettőt átviszel Danáthoz? Érdeklődöm. Átvittem őket. Mégis itt vannak. Vállat von. Visszajárnak. Nagyon erős bennük a vérségi kötődés. Elvégre itt élsz te, mint az anyjuk. Itt van a tejtesójuk és a dadusok. Mi újság, Denisa? Lezártad az ügyet? Megyünk reggel a tóhoz? Megyünk, bólintok. Lovagolunk is. Néhány perccel később Bellok kulcsa zárja mögöttünk a hálószobajtót. Megmutatod a szexboltos vásárfiát? Kérdezi. Nem félsz, hogy elcsábulsz? Bátor az én szívem. Felöltöm a mindkét oldalán, valamint elől-hátul bársonyszalaggal összefogott mídert. Lábamra simítom a hátul fűzős, elől gótikus csúcsívben végződő, combközépig érő fekete harisnyát, és körbefordulok. Bellok szarályzenét tesz a lejátszóba. Azt hiszem, innen eredhet a fűzögetés szavunk, véli, amikor a keskeny szalagok kibontogatásához lát. Nem kapkodja el a vetköztetést. Kielvezünk minden mozzanatot. Voltaképpen nem is vetkőztet, inkább csak itt is, ott is megbontogatja a mídert, alálopakodik, és ezt-azt kiámoz belőle. Mivel egész úton hazafelé a száját bámultam, kívántam, csemegének kiszemelt, enyhén biggyeztetnek tetsző, széles alsó ajkára akaszkodom a fogaimmal. Nem hagyagolom el az égen szárnyaló madarat formázó, áramvonalas felső alkat sem, körbe rajzolom a mutató ujjammal és a számmal. Elmenjünk itthonról? Kérdezi, nagyvártatva. Tudod, ahogy mostanában szoktuk, hogy kedvet támadjon. Már késő, sóhajtok közbe. Kedvet támad, netán? Szerinted? Nem is tudom, az enyémet letagadni se tudnám. Hümmögök, összesémulva ringatózunk a zenére. Szép nagy kedvet támad, suttogom. Az enyémet is könnyen rajta csípheted. Rajta csípi, és rövidesen az ágyba táncolunk. Fölé könyökölök, és a szeméről, orráról, szájáról beszélek neki, majd helyet cserélünk, és ő is beavat abba, hogy milyennek látja porcikáimat, melyikem mit szeret. Egy hevesebb csók nyomán felhasad gyógyulóban lévő szájsebem, kísérkenő vérem édes, erős, délvidéki vörösbor ízére emlékezteti Daniát. Zsibbatra úszva csuromvizesen henyélünk a napon, az orrunkig húzott szalmak alap alatt. A hullámverés hangja kisímítja viseltes idegeinket. De lehet a nagy terhességi gyermekágyi hormontámadás túlélőjeként emleget, majd kinyilvánítja a fölötti örömét, hogy végre újra a régi vagyok, sőt valamicskével jobb is, és hosszan méltatja legutóbbi munkámat. Kisóhajtok a kalap alól. Virágokat az öltözőmbe. Pesgőt innék a topánodból, feleli, megpaskolgatva térdemet. Apropó,
Olvastad Shirley MacLaine ezoterikus témájú könyveit? Mostanában főleg elmebajtannal foglalkoztam. Ilyeneket tudok, de csípőből ám. A primitív oralitás meghaladásának szükségessége, továbbá entitását kitette a felbomlás veszélyének. Nagy tapsot kapok. A megfeszítő gyilkossal kapcsolatban felmerült bennem ez meg az, mondja Donald. Eszembe jutott MacLaine gondolata. A vallás réges-régen született, amikor az emberek már nem tudtak egymás gondolataiban olvasni. Ha az ember nem tud mások gondolataiban olvasni, akkor a szavakra hagyatkozik. Ez lehetővé teszi a manipulációt, amely pedig valláshoz vezethet. Bibályosan árnyalt, vigyorgok, majd elrikkantom magam. Hurcolják mágiára azt a nőt! Mi van koronállal? Kérdezi Martin. Bellop felpillant vagy nyugati kalap szegélye alól. A doktorok szerint életben marad. Remélem, 50 év villamos széket kap a küldetéses főgyilkossal együtt. Nem sok öröme lesz az életben maradásban, folytatja Daniel. Valószínűleg mindörökre mozgásképtelenné vált. Már csak hálni jár belé a gonosz. Én meg küldetéses alkoholista vagyok. Megyek, hozok egy italt. Szóltanád. Iris magazint lapozgat mellettem, ám nem úgy, mint azon kellemes odaadó hölgyolvasók, akik számára a termék készült, hanem újképpen, ahogy a szél lapoz. Hisztis vagy? Kérdezem. Te érsz? Csak kiakadtam ettől a tömérdek hülyeségtől. Te, hördülök, amint kiakadsz. Találomra kinyitja a magazint. Teleputtonyos leszek az ilyen fonnyadt frázisoktól. Egy ország zárta a szívébe, eltalálta álmornyila, repültek az órák, elcsattant az első csók. Nekik az esküvő révbeérés, kész közhelytéka. Ha Donald kezébe kerül a lap, akkor duplán megőrülök, mert még az ő dohogását is hallgatnom kell a csócsás közhelyekről, meg a pátosszal telített szóképekről, valamint az egydimenziós és az elcsépelt emberekről, fejezi be helyette a visszatérő tollmester. Kezembe ad egy hideg tapintású poharat. Nem is nézem, mi lehet benne, jobban kiürítem. Nem bánom meg, tüstént csengetek a következőért. Iris tovább lapozgat, majd hirtelen megint lecsapja a sajtóterméket. A két kézzel szórt címektől is lemegyek az öntudatomról, amilyen például a legendás foci legenda, vagy a sztárkém, de a szatír király sem pite. Adjon ki néhány sajtódíjat, hölgykávézó stílusban, javasolja Martin. Ki jutalmaznál a legszexibb kétgyilkos megtisztelő címmel, avagy ki kapja a babérkoszorút, mint legperverzebb állat? Miért olvastok ilyen bődületeket? Firtatom. Mert Donald könyvét már olvastuk, és a következő még nem készült el, ugyanis lassan ír, viszont annál többet hamvaszt, feleli Martin. Más írók is publikálnak, jegyzem meg. Igen, igen, helyesel Donald, s mint tudjuk, a könyv az egyetlen igaz varázslat. Szinte mindenki firkálgat, krákogja a szellőző írmag nyakán kendővel, ám a strandolós alkoholomhoz illően fürdőnadrágban. A legtöbben elolvasnak két könyvet, és a harmadikat már maguk írják. Jut eszembe az ügynököm, havonta egyszer elém teszi a nekem küldött leveleket. Szól, piromániás barátom, és körülményes pipagyújtási ceremóniába fog. Iris torkot köszörül. Ő csak válogatást kap, mivel rettentő érzékeny, pontosít suttogva, de hiszen ismeritek. Miért volnék érzékeny? Ki mondta ezt rólam? Cápák elé vele, gyújtónyilat a hajába. Morán Donald nyakig a csibukban, hüvelykújjal tömköd, fémeszközzel lazít, széklábhoz kopogtat. Semmi bajom a levelekkel, kapok is zsákszám, elektronikusat, postakocsival és galamb útján terjedőt. Sokan követelik, hogy ezt-azt írjak bele a történeteimbe, vagy hagyjak ki azokból. A negatív hős ne értelmiségi legyen, mert az entellektüel ellenes, deklasszált se legyen, mert az meg fennhéjázó, köznapi se, mert az viszont degunalmas. És a téves rögzülés elkerülése véget, vegyem tudomásul, hogy a szerzetes trapista, nem pedig ementáli vagy kamembert. Zsöté is csatlakozik a művelt társalgáshoz. Láttátok már az új telefonomat? Felbámulok az árnyékolás alól. Itt lehet nézegetni egy telefonon. Volt már dolgod ekkorával? Büszkélkedik Báj az orrom elé tartott nápolyi szelettel. Hál' Istennek nem, legyintek az apróságra. A marok telefon mérete fordítottan arányos a farokéval, magyarázza a viking, legalábbis az igazi férfiak esetében. Gicslap szökevény, mordulok. Még mindig jobb, mint a saktábla szökevény lennék,
vigyorog Zsöti, vagyis sötét paraszt. Mindenki mutassa a magáét. Bellog felemelkedik a székről, jobbról és balról is felnyalából egy-egy gyanútlan kisderet, és a part felé indul velük. De lehet sem szándékozik mutogatós bácsit játszani, ám megszólal a telefonja. Amikor pedig a füstölgő pipát letéve előszedi a készüléket, menten kiderül, hogy az bizony nagyobb bacska, ha nem mindjárt jókora. Hát, barátom, szörnyűködik Zsöti, ha ennek híre megy, téged kibeszélnek. Nem bánom, ha a szájukra vesznek, csak a seggemnél kezdjék, dörmögi az írómester, és félrevonul a csilingelő mókuskerék pörgetővel. A szék peremén billegő pipájából kiszökken az első szikra. Isteni, Irisszel egymásra meredünk, szemünk elkerekedik. Ne izguljatok, az egész part csupa oltóhomok, nyugtat minket Martin. Bellog és a két kiskorú fiúgyermek éppen lovagvárat épít belőle. Ella nyújtózkodik a nyugszékben, kinéz a szalmak alapja alól, sóhajával szörfözni lehetne. Mindjárt vége a vakációnak, kezdhetek magolni. És akkor a vérhas járvány megtámadta az udvart, ám a király áruhában elmenekült előle. Aztán még jön a mi leszel, ha nagy leszel kérdéskör. Minden héten két dogát írkálunk erről. És mi leszel? Kérdezi a cirkalmas valami csodát horgolgató Martin. Ella vállat von, visszaroskad a támlára. Mit tudom én? Okapi, villamos, ugrókötél, sikerminiszter, éghajlati tanácsos, túlélés specialista, stigmatikus apáca. Boldog! Ha újra kezdhetném a pályaválasztást, feltaláló lennék, jelenti be öcsém. Múltkor gálaruát kellett húznom. Fél órát aikidoztam a nyakkendővel, mire sikerült megkötnöm. Közben kihagyaltam, hogy kéne egy öltöztető robot. A férfi állat egyszerűen csak beállna a szerkezet karjai közé, és azok szépen megkötnék a cipőjét, a nyakkendőjét, begombolnák a nadrágját. Aztán még sürgősen feltalálnám az evezőpados tévét is, a sok kövéretes petfigura miatt. Ha a fazon nem evez, nincs műsor, és internetes áruházat is nyitnék. Testben felejtett orvosi eszközöket árulnék. Báj megdobja Martint egy kupakkal. Mekkora telefonod van? Forszírozza. Fivérem, két ujjal elcsippenti alhasa elől a fürdőnadrágot, és hosszan, töprengőn belebámul. A telefonodat kérdeztem, rikkantja Zsöti. Azt mondtad, fordítottam arányos? Na, akkor az enyém már nem is telefon, csak egy mikrocsip. Lacó hívott, lelkendezik Danelt. Azt ígérte, holnap meglátogat bennünket. Báj a szívéhez kap. Nem fertőz a csávó? Rámosolygok. Csak nem így úton. Használj gumit. Ella tovább borzong a heverőszéken. Dogahegyek várnak. Jaj, de szíved tépő. De szerinted mit szólna a Fatus, ha kiiratkoznék a hülye, blőd, unalmas suliból? A Fatus nem örülne, szól Bellog, védőbástya építkezés közben. Részvétlen vagy, és ha megígérném, hogy én a világegyetemen szerzek diplomát, már rég kinőttem a gyerekoktatást. Néhány hét múlva mégis arról kell majd dogát körmölnöm, hogy szerintem mi az emberiség. Ezt fogom írni. Az emberiség 30 millió év alatt lebomló szemét a földnek. Érdekel García Lorca dolgozata? Kérdezi az apja. A föld alig, hanem az elveszett paradicsom. Lóháton barangoljuk be a tó körüli erdős, mezős, hegyes, völgyes terepet. Visszafelé virágokat nézegetek, és legelni hagyom kancámat. Báj és Bellog felidézi Oxenham mester paripázását. Sóhajtva megállapítják, hogy bizony, nem mehet ez így tovább. Valóban ideje volna, ha megtanulnának lovagolni. Gyakorlásképpen vágtába ugratják hátasaikat, majd szorosan egymás mellé húzódnak, és nyargaltukban lovat cserélnek. Aztán visszacsinálják a cserét, és kezdik előről. Időnként lezúgnak a hasigérő fűbe, hol egyikük, hol másikuk. Egyszer összegabajodott végtagokkal közösen fognak talajt a tovasszáguldó négylábúak mögött. Zsöti kerül alulra, nagyot nyekken majd felordít, és rám végrendelkezik kártyaadósságait. Miután kinyugdécselik, kinevetik magukat, levadásszák szétgurult kalapjaikat és szerteszélet patásaikat. Az istállóhoz érve Daniel lenyergel, visszalendül hátasára, és megparipáztatja Jurájent. A dúshajú, ám kevésfogú lovas elhelyezkedik apja előtt, megragadja a sörényt, és ösztönösen átveszi az alatta léptető állat mozgását. Hosszas sétálás végén ügetésre váltanak. Zsebihal némileg meglepődik a tempóváltozástól, ám nem esik kétségbe az oltalmazó karok közt, csupán kissé elkomolyodik.
Néhány kört tesznek meg így, időközben a pelenkás újfent ellazul és visszatér a lóval közös mozgáshoz. A lovardai közönség néhány tagja megbotránkozik, és Váltig állítja, hogy a gyereknek annyi, ő még túl fejletlen ehhez, rögvest összeomlanak a csigolyái, ketté törik a gerincoszlopa. Más pesszimisták izgatott gesztusok kíséretében kilátásba helyezik, hogy szegényke rögvest lezuhan, és a patás széttapossa a fejét. A higgadt többség inkább azon aléldozik, hogy lám, milyen könnyedek vagyunk kicsinek, amikor még nincs rajtunk a sok mentális homokzsák, ilyenkor kéne megtanulnunk úszni, lovagolni, táncolni, repülni. A szörnyűködésre Bellok úgy reagál, ahogy szokott, vagyis erogénesen, megy a saját feje ösztönei után. Megvágtáztatja Juráján. Az ügetésnél jóval símább, hintázásra emlékeztető mozgás mód felett tetszik a dednek. El annyira, hogy valósággal kukorékol élvezetében. Jobb kézzel elengedi a sörényt, és hadonászva hajtja a lovat. Végtrabban távolodnak a kíbicek közeléből, utánok nézek, és ezerféle melegség járja át a szívemet. Ella és Martin is elunja a közsopánkodást. Elsétálnak egymástól 20 méternyire, majd azt játsszák, hogy ők a vágyódó szerelmes pár egy romantikus filmből, lassított felvételen futnak a másik felé, széttárt karokkal, bontatottan lobogó hajjal, nyúló nyakkal trappolnak. Szemükkel és szájukkal is csücsörítve úsznak a levegőben, és persze alig haladnak. Bály úgy dönt, ő szolgáltatja számukra a kandallótűz nevű hangulati elemet. Lángá válik és lobogni kezd, ugyancsak lassításban. Sikerül elvonniuk a lovardai publikum figyelmét a kisdedét lovagoltató atyáról. Oly mulatatóan alakítják szerepüket, hogy kisvártatva mindenki vonaglik körülöttük jókedvében. Az egyik ifjú nő a lábait egymás köré tekergetve azzal fenyegetőzik, hogy tüstént bepisil, a másik attól tart, hogy felröhögi a spirálját. Bellok visszaléptet, amikor elveszem tőle a rókkalimpáló kacarászó kis csikót, megszólal a telefonja. Martin és Ella ellebeg egymás mellett, a kandalló tűz meglankad. Mi lesz a happy end-el? Aztán Daniel rám néz a készülék fölött. A börtönből hívtak, a smasszerok délelőtt magánszorgalomból feltúrták a cellát, és megtalálták Róker mobilját, ő pedig nekik rontott, kicsavarta a kezükből, és lenyelte a kegyerét. Lenyelte? Ismétlem kongó hangon, eszembe rémlik Bály nápolyi szeletméretű büszkesége. Ha lenyelte, majd kiszarja, legyint Zsöti. Átcsúszkál a bérrendszerén, és potty, ne izguljatok, itt a lenyelés izgalmas, hogy nem akadt meg a torkán. Előhúzza Parányi telefonját a pólója alól, a madzagjánál fogva a feje fölé tartja, és kitátja a száját. A torkába lógatott mobil fickándozik, mint egy halacska. Hülye volnék lenyelni, szól a próba végeztén. Nekem ez bűzlik, dünnyögi Martin. Nekem is, mondja Bellok. A telefon gyakran csörög, mióta Róker bezabálta. Eleinte a smasszerok is úgy gondolták, hogy majd kihánja, vagy átér rajta holnapra. Hogy csörög, szólok közbe. Delgádóék nem azt mondták, hogy a mobil nincs bekapcsolva? Az őrök bekapcsolták, amikor ráakadtak. És most, nyögöm, szedjék ki belőle endoszkóppal, dugjanak a torkára pávatollat, vagy... Ezúttal Bellok szól közbe. A mobiltelefon veszélyes hulladék, mérgező. A Rookernek baj esik miatta, megszívatják az őröket, a börtöndrit. Ne, sziszenek. Bólint. De, nem akarunk balhét, jeligére kocsiba rakták Rookert, hogy elvigyék az ügyeletes kórházba. Micsoda? Mivel váratlan helyzet állt elő, nem számítanak támadásra. Küldöd a vájnékat, hörrenek. Szólok nekik, Bólint Bellok. Gondolkodjunk, indítványozom. Közben kocsiba vágódunk, és visszafelé söprünk a gyaralóhoz. Adott a telefon, kezdi Martin. A robot múltunk kikapcsolva tartja. Figyeltetitek? A szolgáltató szerint nem használják. Akkor meg minek? Töprengek. Daniel, kérdezd meg Delgádótól, hogy mekkora? Megkérdezi. Kicsike, hangzik Steve válasza, az övénél is kisebb, pedig az is morzsányi. Megtudjuk, hogy a nagyszerűek már is indulnak Rooker után a kórházba. Martin ráncolja a homlokát. Lehet, hogy pontosan ezért csempészték be hozzá? Kérdezi. Lenyomoztattátok a foglárokat? Firtatom. Mezzó tutira kapcsolatban áll valamelyikükkel. Most rögtön le kéne kapni a becsületes megtalálókat. Nyugi, vegyük fontolóra, nem vagyunk-e túlsággal gyanakvóak, mondja Daniel. Mezzó esetében nem lesz eléggé gyanakvó, morgok. Az erőművésznő klasszisokkal veszedelmesebb, mint Zalman volt,
és hadd emlékeztesselek valamire, te kaptad el annak idején. 15 percig volt lakat alatt. Tehát van egy telefon, amit az őrök nagy hirtelen felfedeznek, bekapcsolják, és Rooker lenyeli. Az eleddig használatlan cucc íziben csörögni kezd a fickó gyomrában, a foglárok meg jól berezelnek, hogy egy szegény fegyenc mobiltoxikózisban fog elpatkolni, és akkor ők mennek helyette Bitóra. Életszerű ez? Még akkor sem, ha a túlzásaidat kivonjuk belőle. Hát ez a baj vele, sóhajtok, ezt előre kitervelték. Schnasser ott lapul valahol a kórháznál, megvárja, míg kiszedik a telcsit a pasiából, aztán lekaszabolja az őröket, ahogy szokta, és viszi a fiúját. Elkezdheti a kaszabolást a kórházban is, vélekedik Zsati. Elvégre imád gyilkolászni. Menjünk, kapjuk el őket. Egyetértek. Bólint Bellok. Még zsengekorú szeretteinket hátrahagyva a főváros felé süvítünk, megtudjuk, hogy a szolgáltató szerint a Rooker gyomrában lévő telefonra szöveges üzenetek érkeztek, amelyeket már régebben adtak fel, és azok a bekapcsolás után postázódni kezdtek. Ha a készüléket úgy állították be, akkor az hosszas csengetéssel jelzi az SMS-ek érkeztét. Land Rover vezetése közben Zsöti az Iris-től kölcsönzött vajas dobozt tartja az ölében, és nyelési próbákat végez a mobiljával. Erről a mellette ülő Irmak tudósít a kihangosított telefon segítségével. Kedves hallgatókáim, idióta versenyzők megpróbálkozik a száraz nyeléssel. Figyelem, jaj, de izgulunk. Sikerül? Nem sikerül? Megfullad? Vagy sajnos mégsem? Az oxigén molekulák megállnak a levegőben, izzasságcseppek jelennek meg tökeinken, és beveszi. Kedves hallgatókáim, Zsöten pajtás most bevette, tövig bevette, és nyel. Nagyon nyeldekel. Ezt mi is halljuk a Mazdában, akárcsak az öklendezést, köhécselést, krákogást. Versenyzők homlok a csoronverítékes, bömböli Irmak sportriporteresen. Szeme kigúvad. A kormányzásban magam is besegítek. Jaj és jaj, éppen lehagytunk egy középkorú háziasszony, sőt, jobban oda nézve inkább középkorit. Pontosabban kiló 20-szal elkígyóztunk mellette. Szerencsére a Noé bárkájáról való Land Rover nem megy gyorsabban. Így is necces volt, drága hallgatókáim. A hölgy nagyon integet, és már is jóval öregebb, mint első látáskor. De nem ez a lényeg. Nem ment le. És ez a lényeg. Szárazon nem ment le. A mobiltelefon szárazon megakadt. Most megpróbáljuk vajjal. Ha azzal sem megy, szerzünk valahonnan vazalint. Adsz a tiédből, harakolja Zsöti. Ez aljas célozgatás, és később még visszatérek rá, amikor a pajszerrel bezúzom a képedet. Még az is lehet, hogy puszta kézzel tépem le az arcodat. És figyelem, kedves hallgatókáim, Zsöten pajtás belenyomta vadi új telefonját a vajas dobozba. A vérből és fizetésből élő közzsandár, piszok drága mobilja eltűnt a vajban, és most előszedi. Jaj, de undorító, drága hallgatókáim, kedves édesanyám, de gusztustalan! És most a torkába lúgatja a telefont a köldök zsinórnál fogva, és nyeli, és csúszik. Kérem, a bevajzott telefon csúszik. Senki se próbálja ki otthon. Ez, kérem, az extrém mobilozás, és hoppá! Öklendezést hallunk, krákogást, köhögést, majd egy mély glutty hangot, fékcsikorgást. Aztán újra Irmagot, jóval halkabban. Lent van, basszus, lement, lenyelte, és még él, vezet is. Igaz, hogy a patkán hullámvonalban 20-szal, de haladunk. Az is igaz, hogy a nyelés óta a szemgolyója legalább 2 számot nőtt. Na, és szerintem a nyelőcsöve is. Kapkodni fognak utánad a meleg pornósok, Zsötikém. És most, kedves hallgatókáim, most jön a bónuszmutatvány. Visszahúzza. A macagjánál fogva húzza vissza a telefont. A hangefektekből úgy vesszük ki, hogy inkább visszahányás zajlik. Hosszas, lármás kinges hervek végén világra jön a készülék. Báj kitérdelt torokkal hebegi. Tuti, hogy segítették, másképp nem lehet lenyelni, kizárt. Kedves hallgatókáim, üvölti Irmag. Megvan, megszületett, mi legyen a neve? Pucold le a vajat, a számból is, követeli Zsöti, majd elfullad a hangja. A kesztyűtartóban találsz Pézsét. Kiszállunk közülük. Bellok felhívja Patrick Vine-t. Biztos, hogy bentről is segítették Rookert, közli. Mi a helyzet? Mindjárt a kórháznál vagyunk. Nagyon emlékeztet valamire ez a helyzet. Hát téged? Engem, engem is. Hagyja rá, Daniel. Kénytelen vagyok azt mondani, hogy te voltál az ötletadó, amikor annak idején kiszedte a nőből a golyókat. Bellok hümmögve elköszön. Már is megnyekken az én készülékem. De nézd, csak azt akartam mondani, suttogja Ella, hogyha bármilyen kívánságod van, akkor írd le egy cetlire, és dobd be az aranyhalnak.
Helyettem is kérd meg őt, hogy vigyázzon rátok. Szia! Arcizmaim olyként viselkednek, mint a tüsszentés vintorgatna. Daniel rám mered. Mi lehet? Megríkat ez a fruska. Ella üzeni, hogy bízzuk a dolgokat az aranyharra. Néhány percen belül a következő események zajlanak le a kórházban. A vezető pórázon tartott Rooker és a hozzáláncolt porkoláb a kezelőbe sétál. Oda benne az orvosnak vért sötétbőrű férfi golyót ereszt a fegyőrbe. Leszedi Rookert a vasról, és a személyzeti folyosóra nyíló ajtón át elmenekíti. Az utánuk robogó további foglárokat immár ketten döntik kévébe sorozataikkal. Az odaérkező Vájnék a kezelőhelyiség vetkőző kabinjában megtalálják a valódi orvost és asszisztensét. Azok megkötözve gubbasztanak az ajtó mögött arra várva, hogy kiszedhessék a mobiltelefont a fegyveres fickó által bejelentett páciens gyomrából. Az akciócsoport tagjait érje a megtiszteltetés, hogy gumibottal üthessék snasszerék nyomát.